Pont a legutóbbi ilyen videós kommentben mondtam azt, hogy ha valamit gyakorolni akarsz, akkor ne a full karcmentes motoroddal kezd el, hanem vegy egy offroad motort, mert azt eldobod, akkor nem lesz baja, nem lesz problémája, mert ezek jobban bírják a strapát, erre vannak kitalálva, eldől, elburul, fölállítod, mész tovább, mert egyetlen egy eldőlés miatt egy erdőben nem maradhatsz ott, úgyhogy ezek úgy vannak jó kitalálva, megvédve minden, hogy ne legyen baj. Ez a csávó itt a videóban, ez nagyon ügyes. Figyelj, azért ezt nem először csinálja. Fölugrat, és egy keréken megy tovább. Mi kell még? Mondjuk egy jó megállás. De igazából mi a baj? Az, hogy a hülye barom, az persze ilyenkor, amikor rohadt jól tud valaki ilyen mutatványokat csinálni, sokkal menőbb pólóba csinálni, mindenféle könnyékvédő, meg ilyenfajta úri huncutságok nélkül, nem? Mert minek? Meg a videóban jobban néz ki. Meg az is, amikor elkenődsz, báznak. Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogyha elkezdtek gyakorolni egy csomó ilyen kunsztot, vegyetek egy lerugott 500 ezer forintos valamilyen offroad motort, üsd, vágd, amíg megy, és egy csomó mindent fogsz vele tudni megtanulni.